Sziasztok, sziasztok, True Detective, harmadik részénél vagyunk. Alig vártok, hogy folytatódjon a nyomozás, amely nyomozás szerintem kicsit az Zodiákus című filmre emlékeztet ami engem. Ami egy szar. A Gyuri szerint valójában az egy nagyon egy szép és izgalmas film. És tök rá most így párhuzamosan mondanánk az egészet. Volt egyébként egyszer egy ilyen politikai vita, amiben megállás nélkül képzeld, mondta a két tag. Jó, lesz arra, megy tovább. Szóval lényeg, hogy a True Detective 3 egy igazi, reális nyomozást mutat be, ami lassú, nyögvenyelős, nagyon nehezen folydogál, és ráadásul itt ezt most három idősíkról is látjuk, ahogy azt jól tudjátok, hiszen beszéltünk már az első két részről, amit ti is láttatok. Helyzet az, hogy itt is ezt a három idősíkot akkor tovább folytathatjuk. 85-ben zajlanak az események, és hát egy nagyon jelentős dolog történik, tudnélik. Újra megnézve a Ted helyszínét, a Marshall Ali karakter, a Hayes nyomozó, vérnyomot talál, megtalálja a kis sávónak a vérnyomát, ugye, aki meghalt. Hát máshol, de a nagyobb régióban, nem jó. Talán, és akkor nyilván egy újbóli nyomozást. Megnézik újra a dolgokat. Ez is tetszik egyébként nekem, hogy nem jutottak bizonyos dolgokba semmire, és most így újra rá kell nézni az ügyre. Hát illetve alaposan, azon a nyomon indultak el, hogy kiderül, hogy a gyerekek nem is azokkal játszottak, akikkel, nem hát is ott játszottak, ahol. Így és van. Akkor így jutnak el ahhoz a házhoz. Bár ez számomra. Mondjuk ez szülők, ez azért elég fura, hogy... Meg hát ez korábban is kiderült már, mert nyilvánvaló volt, hogy a kisgyerek, akiről azt hazudták, hogy hozzá mennek játszani, annak az apja már korábban mondta. Jó, de abban még nem derül ki az, hogy hol játszottak valójában. Hát az igaz, az igaz. De az, hogy itt a kisgyerek nyilatkozza, ugye ez az iskolástársuk, hogy hát ők nincsenek is olyan jóba, ez nyilvánvalóan arra utal, hogy itt egy hazugság történt, tehát a két kisgyerek úgy ment el otthonról, hogy eleve hazudtak. Na mondom, hát ezt igazából tudtuk. Ja, mindegy, most meg van libbentve ez a gazdag gyár igazgató ember. Az is, meg van egy autó, egy barna szedán. Hát szerintem az összefügg. Amiben ülnek ketten. Ahogy az előző részben is megmondtam, hogy ki a tettes, úgy most is megmondom a tutit. Ez a gazdag gyár igazgató, aki elment Afrikába vadászni, és ott a háttérben, amikor ott vannak a gyárba, akkor látszik is egy ilyen nagyon durva kép, amin a feleség ül egy kislánya, és szerintem meghalt a gyár igazgató kislánya, és akkor egy újat. Nem rossz ötlet, és Gyuri most azt fogja csinálni, hogy minden részben mond egy nem, ilyen a tutit lehetséget. Mondom. Igen, és akkor a végén az lesz majd, hogy hát látod, megmondtam. Az ötödik részben megmondtam. Teljesen mindegy, hogy mikor, de csak eltalálom előbb-utóbb. Akárhogy is van, ez az egész gyáros téma ugye úgy jön be, hogy van egy ilyen cég, vagy valaki, akik ezeket az eltűnt gyerekeknek a nyomozását segítik meg, és akkor így jön be a képbe ez. Erről most valójában még nem sokat tudunk, de nekem tetszik persze a Gyuri elmélete, bár ha ez ennyire kézenfekvő, akkor remélhetőleg nem ez a valóság, vagy nem ez a megoldás. Mert nem akkor... tudom, minden esetre szegény kukatúrkázt jól összeveri a... Őt rendesen. A helyi erők elkapják, de amúgy erre lehetett számítani. Hát az indián a karaktere azt szemlélteti itt, ugye, hogy nyilván nagyon egyszerű valakire így ráfogni, hogy akkor ő a bűnös, meg de miért az... nem fognád rá? Nem tudom, Gyuri, az biztos, Mystic hogy... River. Hát azt, hogy na, mondjak egy az példát, az is egy teljesen normális, ugyanilyen reakció. Hát, na jó, de Gyuri, az nem normális. Hogy azért, mert van egy szellemileg nyomorultabb ember, vagy egy indián, tehát hogy ez nem, inkább azt akarja mutatni, hogy így mi nem, a tömegszellem. De ez így nagyon ártatlanul hangzik. Hát, mind a kettő cseszhető gyanúsábbel. Hát azért, mert úgy van láttatva, meg azért... De miért, ha te ott élnél, és lenne egy darab ember, aki traktorral járkál és vasat gyűjt, persze. Egy csöves lenne a városban, nem lenne ott a top listádon a gyanúsítottak között? De ebben teljesen igazad van, csak szerintem a sorozat most azt akarja bemutatni, ami megint magától értetődő, hogy az embereknek ez a tömegpszichózisa, hogy akkor bűnös. Jó, de én ezt nem morálisan mentem fel, csak azt mondom, ja. Hogy ez várható reakció volt. Jó, igen, várható, de nem támogatható, tehát hogy azért jó lenne, nem így lenne, mert ez zsigeri reakció megint, és az félelem emberek... szüli. Hát igen, ja. Na akárhogy is, valószínűleg nem az indián a bűnös, ezt nem. Azért tudjuk, úgyhogy ez lényegtelen is. Sokkal jobban tetszik az, hogy a 90-es évekbeli nevezzük második idősiknak, ott elkezd végre összeérni a Stephen Dorff és a Marshall Ali, tehát a két nyomozó újra találkozik, és lényegében újra együtt kezdenek el nyomozni az ügyben, mert hogy ugye ott meg előkerültek az új lenyomatok a lányról, tehát lehet tudni 90. Jó, de nekem abból az időségből az jött le, illetve az utolsó időségből, hogy ezek valamit csinálnak, amit szégyelnek, és ezért
ezért megy szét az ő párosuk. Igen, itt van egy vita közöttünk, mert a harmadik idősikon, ugye már öreg a Marshall Ali, és egyébként... Hogy is nevezted legutóbb? Véntrotty? Trotty. Hát igen, egy Véntrotty, a Marshall Ali. Na most ott ő halucinálja a feleségét, meg egyébként még egy rakás minden mást is, meg ugye elveszik, ezt láttuk múltkor, megjelenik valahol a városba, tehát hogy az öregek minden nap életét éli. Maradjunk annyiba, hogy az egyik hallucinációjából derül ki, hogy a felesége utal arra, hogy azt, amit ott az erdőbe felejtettél, tehát azt, amit az erdőbe hagytál, azt akkor most félsz, hogy megtalálják majd, mert hogy a harmadik idősik az ugye lényegében a report az öreg Marshall Alival. De ezt azért mondom, mert ugye a második idősikben azt hiszem, ott elmondja a másik csávó, ugye? A társa, hogy hát mi nagyon jó barátok voltunk, csak aztán ez így megszakadt ez a kapcsolat, és kész, és nem beszéltünk egymással évekig. És szerintem ezért, mert mind a kettőnek ott van, ott mind a kettőt nyomasztja a bűne, és ezért, tehát hogy ők attól még barátok. Csak... De ez két dolog cáfolja bennem, az egyik az az, hogy ez egy nagyon természetes, sok ízében nagyon természetes sorozat, és ez egy nagyon természetes dolog, hogy van két jó barát, és megváltozik a munkahelyük, teljesen elkerülnek egymás mellől, társak voltak korábban, aztán utána egyre kevesebb, nekünk hány olyan haverunk van, aki külföldre elkett, és sajnos elveszítettük velük a kapcsolatot. Hány olyan haverunk van, akivel... olyan dolgokat éltünk meg, mint ezek. Tehát azért ezek gyilkossági ügyeken dolgoznak. Hát szerintem ez most... egy erősebb kötelék. Hát jó, ebben lehet, hogy igazad van, de nem biztos. És nézd, ez vagy erősebb kötelék, vagy ugyanolyan erős is lehet, mint együtt unikumozni. Maradjunk. Nagyon hosszú. Maradjunk annyiban, hogy szerintem ez lesz, és majd meglátjuk, hogy melyiknek van igaz. Jó, teljesen egyetem. Szerintem valakit elráncigálnak majd, bocsánat, valakit elráncigálnak majd a... az erdőbe, és kinyírják a francba, mert azt hiszik, hogy ő volt. Meg lehet. Ez lehetséges. Én azt mondom, hogy az, amire Gyuri utal, az 90 utáni. Tehát ebben van a félreértés közöttünk, vagy a vita. Részletkérdés. Nem részletkérdés, mert ez kioltja a te válaszodat ugye arra, hogy... Jó, szerintem 90 előtt nyilván. Jó, meg szerintem 90 utáni. Az első időségben ezek kinyírnak valakit. Legyen ez most egy nagy rejtély, aminek utána nyilván ki fog dönni, igazam van, de akkor ezt most bedobtuk ide. A lényeg, hogy van titok, amit itt a legutolsó 2015-ös vagy jelenlegi idősikon lévő tök mindegy Marshall Ali titkol a riporternő elő is. Ami fontos még ebben a részben az, hogy ott a riporternő az ugye mondja, hogy hát ezt és ezt nem kérdezték ki, és ez jó, de az nem az ő saruk, ezzel most nem lehet mit kezdeni. Hát vagy az övéké, ez is mondjuk. Vagy az FBI ügynökök kikérdeztek dolgokat, ilyet, mert az is kiderül, hogy igen, azok nem adják át az infót. Vannak. Mert az FBI ügynökök, azok falaznak a gyárigazgatónak, mert az gazdag, azt ennyi. Beindult a gyerek. De mindesetre az utolsó dolog, amiről még nem beszéltünk, az, hogy megtalálják az albumot, ami egyébként érdekes. Az mondjuk egy fontos dolog, hiszen bent a házba, tehát a szülői házba találják meg az albumot, amiben imádkozó pózban van a kisgyerek az első áldozásán. Csukott szemmel, ugyanúgy, ahogy annak kiterítve megtalálták. Na, erre mit mondasz, nagy okos? Hát ez most nyilván azt akarja nekünk implikálni, hogy akkor valami köze van a családhoz, hogy esetleg onnan valaki nyilván. A gyanút tereli a feleségre talán, de ez nyilván egy hülyeség. Csak mondom, hogy ezt szerintem direkt úgy akarják láttatni velünk, hogy akkor, na most akkor valaki a házból, tehát hogy akár lehet valamelyik szülő. Már ezért ne anyagoljuk el, hogy az apuka pedig milyen jó útra tér a 90-es évekre, nem? Tehát, hogy ő nem iszik, imádkozik, sőt, imádra bírja a Stephen Dorffot. Megtennéd, hogy imádkozol velem? Én igen? Én megtenném. Na, imádkozzunk, hogy hamar kiderüljön, hogy mi van itt, mert azért még 5 rész van vissza, és be kell valljam őszintén, ezért azt látom, hogy egy 3 órás filmbe, vagy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú filmbe bőven elég szerintem egy szerteágazó nyomozást összefoglalni. Vigyázni kell, hogy egy sorozat, akár egy mini sorozat, mint ez, ami csak 8 részes, ne menjen annak a robására, hogy túlságosan elveszünk a részletekbe, de szerencsére ez még egy bőven nagyon élvezhető és aprólékos nyomozás történet, úgyhogy csak itt tovább, hajrá! True Detective, sziasztok!